Ebben program sorozatának következő napján mai versmondónk, bizonyára sokaknak ismerős, Barnák László, Szegedi Nemzeti Színház színművésze, rendezője, az egyetemhez is ezer szállal kötődik, ő rendezte a nagy sikerű 12 dühös ember című darabot, illetve versmondó versenyeken zsűrizik, tehát sokszor megfordult az egyetemen belül is. Fogadják sok szeretettel! Köszönöm! Az egyik kedvenc szerzőm, Kassák Lajos kötetét hoztam el. Van benne egy vers, amivel én évek óta barátkozom. Nem mondtam el, azt hiszem még így széles plénum előtt talán soha. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy ősbemutatóként is apostrofálható. Lelkileg és szellemileg sok kapcsolódási pont van bennem Kassákkal, aki nem csak költő volt, író, hanem képzőművész is, tehát nagyon sok területen próbált maradandót alkotni a művészetben, és ez nekem nagyon szimpatikus törekvés. A vers címe Hold tölte. Középkorú ember vagyok, hímnemű, szívós és akaratos. Nem láttam az angyalt, ki benézett hozzánk születésem óráján. Nem volt fizetett pesztonkám, aki csodálatos dolgokat mesélt volna. Inas voltam, szolga, mesterember, csavargó és kéregető, jelenem hasonló a múltamhoz, saját erőmből tartom fenn életemet, amely egy napszámostól és egy szolgálótól fogamzott. Szeretem a munkát, és szeretem a megpróbáltatásokat. Testvérük vagyok az embereknek, anélkül, hogy ez különösebben meglátszana rajtam. A szürke köveknek, az illatos virágoknak és a rugalmas fémeknek is a testvérük vagyok. A lobogó tűz a bátyám, és a hűvös, tiszta víz a hugocskám. Kedvesemről is szólhatnék, de ő meghalt alig, hogy találkoztunk. 16 éves volt és érintetlen a vad indulatoktól. Fegyvert még nem sütöttem el soha. Gyereket nem neveltem föl egyet sem. Mire való vagyok hát? Kérdezem magamtól álmatlan éjszakáimban. Miért, hogy nyitva a szemem, és senki sem fordul be hozzám ezeken a tárt kapukon? Miért ez? És miért az, kérdezgetem magamtól untalan. Ha madár lennék, most a tenger felett szállnék. Ha nem élnék, talán boldog is lennék, de így csak élek és nyugtalan vagyok, mint aki nem tudja, mit tegyen magával. 7 cserép muskátli van az ablakunkban, feleségem naponta megöntözi őket, s ők hálából kinyitják csipkézett virágaikat. Ilyenkor úgy képzelem, az élet szép, és minden dolgok érettünk valók, közben fekszem hanyatt és egyedül a széles diványon, éjszaka van. Nem panaszkodom. Csak úgy, mint oktalan gyerek, ha megered a nyelve, elmondtam életemet. Köszönöm.